köszönöm a vendégeket, az indisokat, akik úgy tudom, hogy mindannyian nagycsoportosok, és köszönöm szépen a dovónőknek, hogy elkísérték hozzánk ide egy testnevelés órára. A második B osztállyal együtt fogtok ma tornászni. A tanárnőt Julika, Julcsi néninek hívják, és a Julika nénivel. Hát érezzétek jól magatok nálunk. Felvesszük a kapcsolatot a óvodával, és az igazgatónőnk megtette ezt a lépést, és az óvoda vezetésével abban állapodtak meg, hogy elfogadják a mi meghívásunkat, hogy eljöjjenek az óvodás gyerekek, azok, akik iskolába készülnek, tehát a nagycsoportosok, hogy megnézzék és részt vegyenek a testnevelés órán. Szeretnénk az óvodával egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami nem csak egy-egy óráról szól, hanem folyamatosan, szinte havonta meghívjuk a iskolába készülő gyermekeket, hogy lássák, milyen munka folyik itt. Most ez a testnevelés óra is erről szól. Bemutatjuk a új eszközeinket, a tornacsarnokot, bemutatjuk azt, hogy itt hogyan kell a gyerekeknek a részt venni, tehát gondolok itt a fegyelmezésre, a játékra, mert elsősorban a játékkal lehet legjobban fejleszteni a gyermekek mozgását, tanulmányait, tehát nagyon fontos számunkra, hogy a sporttal minden irányba tudjuk fejleszteni a gyerekeket. Ezért most ilyen nagyon kedves, játékos, sorváltó versenyre, ügyességi versenyre hívtuk a gyerekeket, amit a kedves kolléganőm Kovács Júcsi tanítónéni állított össze. A szív bőségéből szól a száj, és én világéletemben ezzel akartam foglalkozni, én mindig testnevelést akartam oktatni, úgyhogy számomra az, ami ma zajlik, hogy most már lassan 2 éve, mondhatom, hogy egy álmom valósult meg, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és hogy ez az alkalom így létrejött, és nem csak mi, hanem a gyerekek is jól érzik magukat, hát azt hiszem, hogy az önmagáért beszél. Thank you.
igazság, hogy az én órámon 10 óra 45 perc van, az azt jelenti, hogy 45 perc alatt több mint 40-en teljesítettük mindazt, amit a mai napon elterveztünk, elhatároztunk. Egyetlen kérdésem van. Ki érezte jó órát? Nagyon jó. Köszönjük, és nagyon örültünk, hogy is voltak. Mi meg örültünk, hogy is voltak. És folyamatosan álltunk ezt a dolgot.